Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház! A 21. század elején Európában olyan időszakot élünk, ahol a gyorsuló nemzetközi, gazdasági, jogi, politikai és környezeti változásokra gyors és megfelelő választ kell adni az államnak ahhoz, hogy az állampolgárok számára biztonságot, tisztességes megélhetést és életminőségükben előrelépést biztosítson. Az elmúlt években hazánk javuló válaszkészsége dinamikus törvényalkotással járt együtt, amely a bírósági rendszer elé is kihívást támasztott. A kúria elnökének 2016 évi beszámolójában fontos intézkedésnek tartom, hogy tavaly sikerült felállítani a kúria konzultációs testületeit. Ugyanis jogrendszer folyamatos és jelentős mértékű változásai miatt a hagyományos szemléleten változtatni kellett. A törvény által biztosított jogegységesítő aktusok bizonyos időközönkénti kibocsátása már nem volt elegendő, hanem aktív és kezdeményező szerepvállalásra volt szükség olyan kötetlen fórumok kialakításában, amelyek által megismerhetővé válnak az ország különböző pontjain ítélkező bírák problémái, illetve az állampolgárokat foglalkoztató gyakorlati problémák. A jó gyakorlat elemzések eredményei közül szeretnék kiemelni kettőt, amelyet Darák elnök úr az Igazságügyi Bizottság előtti beszámolójában is említett. Fontosnak tartom az egyes alapjogokat sértő bűncselekmények bírói gyakorlatának vizsgálatát, eszerint megalapításra került, hogy nem csak a kisebbséghez, de a többséghez tartozó egyének is lehetnek gyűlölet motiválta támadások sértetjei. Megalapításra került továbbá az is, hogy egy szervezet tagjai csak akkor élvezhetnek kiemelt büntetőjogi védelmet, ha a törvényes keretek között fejtik ki a tevékenységüket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm szépen!